Szép kis deputáció megy az Istenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje. Az 5. István katolikus közgazdasági szakközépiskolai és gimnázium diákjai emlékműsorukban felidézték az Aradon kivégzett honvédtábornokok neveit és utolsó szavait. Az aradi vértanúk a harcok kezdetén mind aktív vagy kilépett császári tisztek voltak. A szabadságharc bukásakor a magyar sereg a sokszoros túlerőben lévő orosz csapatoknak adta meg magát. Ez nagy sértés volt az osztrák császári oldalnak, hiszen így a fegyverletétel nem a szabadságharc elbukását üzente, hanem azt, hogy a két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben nem lehet tovább harcot folytatni. Az október 6-án meggyilkolt 13 tábornok mellett Aradon még további 3 tisztet végeztek ki. Köztük október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát. A megemlékezésen Dankó Dénes alpolgármester beszédében azt hangsúlyozta, azok az emberi értékek, amelyek az aradi vértanúk és sok-sok ezer életét a hazájáért feláldozó névtelen honvéd jellemzői voltak, a mai világban sem nélkülözhetők. Az aradi vértanúkról való megemlékezés nekünk, mai újhelylieknek is tartogat számos mondani valót. Itt, Kazinczy Lajos szobránál kell hitettenünk az összefogás, a szorgalmas munka és a lokálpatriotizmus mellett. Őriznünk kell őseink emlékét, az ő példájukból kell erőt merítenünk a mindennapok egyszerű kis csatáihoz, hogy ne váljunk egyszerű fogyasztóvá. Legyenek elveink, melyek mellett kiállunk. Legyen fontos számunkra a nemzet szeretete mellett, szűkebb hazánk, sátoralja újhely szeretete is. Egész egyszerű dolgokkal tudjuk ezeket megvalósítani. Odafigyelünk egymásra, és ha valami problémát látunk, igyekszünk segíteni. Megvédjük közös értékeinket. Ha a mindennapok harcaiban elgyengülünk, kilátástalanná tartjuk helyzetünket, merítsünk erőt az előttünk járó hősökből. Nekünk ma nem kell életünket adni a hazáért, de tennünk kell azért, hogy a nemzetünk fennmaradjon, és itt szép halmon 165 év múlva is emlékezzenek meg Kazinczy Lajosról és az aradi vértanúkról. Az aradi 13 és Kazinczy Lajos mellett vértanú halált halt augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredes, őt szokás az első aradi vértanúnak nevezni. 1850. február 19-én pedig Ludwig Hauk alezredes, BEM tábornok hadsegéde. Lenkei János honvéd vezérőrnagy szintén Aradon halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.